Székesfehérváron búcsúztatta az évet a Kisvárda, és a mérkőzésen érvényesült a papírforma, a hazaiak 3-0-ás győzelemmel vetettek véget a Várda hosszú veretlenségi sorozatának. Ettől függetlenül Csupka Attila együttese elégedett lehet eddigi szereplésével, 6 győzelemmel, 5 döntetlennel és 4 vereséggel, az 5. helyen tölti a szünetet a Kisvárda. A végén az utolsó mérkőzéseken a Budafok, a Honvéd, az Újpest elleni mérkőzés az, ami kicsit hiányérzetem van. Itt ezekből a meccsekből többet kellett volna kihozni. Nagyon sok lehetőségünk volt a gólszerzésre, és nem tudtuk a magunk javára eldönteni a mérkőzés. Hogyha itt ezeken a meccseken tudtunk volna szerezni még pontokat, akkor azt mondom, hogy tényleg maximálisan elégedettek lehetünk, de itt sem lehet oka panaszra. Az igazság az, hogy a végére már a koronavírus miatt és egyéb dolgok miatt elfogytunk mindenféle szempontból, számszakilag is, fizikálisan is, és ez már meglátszott az utolsó mérkőzésen sajnos. A Kisvárdára 18 meccs vár a folytatásban. A vezetőedző szerint még vannak tartalékok a csapatban. Az előrejátékunkon kell javítani, és elsősorban itt a befejezéseknél, ugye, mint említettem, hogy nagyon sok olyan mérkőzés volt, hogy megvoltak a lehetőségeink, de azokat nem megfelelő arányban tudtuk értékesíteni. Ez mindenféleképpen javításra sorul. A védekező rész eddig rendben volt, jól le tudtuk védekezni nagy részben a mérkőzéseket, abból jól átmentünk támadásban. Én úgy gondolom, hogy ott a középpályán egy pici erősítésre szorulnánk, egy kicsit gyorsítani kellene a középpályánkat. Valamint jó lenne, hogyha tudnánk igazolni egy gólerős támadót is. Erről beszélgettünk Révész Attilával, a sportigazgatónkkal, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a tél folyamán meg tudjuk oldani, és akkor még egy kicsit erősebb Kisvárda fog tavasszal pályára lépni. Román Karasziukkal, Tonci Kukoccsal és Lakatos Csabával szerződést bontott a klub. Érkezett a bolgár válogatott Janis Karabelov, aki január 3-án találkozik majd társaival. Az új év első bajnoki meccsén január 23-án a mezőkövezet fogadja a Kisvárda.